Sziasztok! Üdvözlöm mindenkit a Tipfalász Podcast legújabb adásában. Én Krisztián vagyok, és a stúdióban itt van velem Peti. Sziasztok! És Laci. Sziasztok! Ebben az adásban a barszon tragikus helyzetéről fogunk beszélni. Tartsatok velünk! Na hát abban biztos benne, hogy senkinek nem kell mesélni, hogy az utóbbi pár hónapban mennyire szörnyű a barc teljesítménye, de hogyha ki kell pár adatot, akkor avval kezdeném, hogy jelenleg a Bajnokok Ligájában az utolsó pozícióban vagyunk, hat kapott góllal és 0 szerzett góllal. Ráadásul az utóbbi 6 meccsünkből csupán egyszer sikerült győzni, és abból a 6 meccsből 4 mérkőzésen még gólt sem tudtunk szerezni. Ti mit gondoltak erről? Ugye, ha jól tudom, mind a ketten barca vagytok, ugye én, tehát, hogy ez a téma még rosszabbul éri minket. Igen, jól mondod, a barca szurkolók nem most élik meg a legjobb hónapjaikat. Ugye én is egy barca szurkoló vagyok, és hát most a csapat egy óriási változáson megy keresztül, főleg, hogy ugye messzi távozott, és nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak pénzügyileg. Én azt látom a Barszánál, hogy nem készültek fel erre az időszakra. Amikor Messi a csapatnál volt, akkor rengeteg idős játékos volt, egyszerűen nem volt semmi vérfrissítés, a Lamassias tehetségeket, ugye, akik a Barszának az akadémiájáról jöttek, azokat nem építették be a kezdőcsapatba, Ö, és utána, ugye, ahogy észbe kaptak, hogy hogy fiatalítani kéne, már túl késő volt, és ahogy elment Messi, nem nagyon van most helyettese a csapatban. É, igen, ezzel egyébként egyetértek. A Barcelona az egyszerűen nem tudom, hogy mit csinál most így az elmúlt hónapokban. Tényleg erre a Messi nélkül időszakra nagyon nem voltak felkészülve egészen addig amíg ő el nem ment, tehát konkrétan csak körépítették a csapatot. Gyakorlatilag lehetett volna úgy is hívni ezt az egyesületet, hogy messzi és barátai futballklub, ugyanis tényleg azok játszottak, azoknak adtak lehetőséget, és olyanokat próbáltak idehozni, akik jóban vannak Lionel messi és akiket ő szeretett volna. Mert tényleg azt lehetett látni, hogy akik, akiket a La kinevelt, akik a B csapatból fölkerültek volna, a Barcelona apró pénzre elszórta őket. Ilyen volt például Erik Garcia, aki ugye most azért visszajött, illetve hogyha a vezetőség is ő maga nem ragaszkodik ahhoz, hogy maradjon, akkor ugye én lett volna Erik Puig is, akire Kóman azt mondta, hogy nem tart igényt. Igen, igen, számos olyan témába be belementetek, amit majd ö amiben majd részletesen kitérnék én is, viszont a legelső pont, amiről szeretnék beszélni, az edző. Ugye rengetegen most a kómánt hibáztatják, az utóbbi mérkőzések után mindenki el akar őt küldeni, de vajon a komamba kell keresni a hibát? Rengeteg, edzőnöve rengeteg edzőneve felmerült, de az az érdekes, hogy egy alásban hallottam erről egy beszélgetést, és egyetértek avval a véleménnyel, hogy a Barca helyzete abban más jelenleg, hogy nehéz olyan edző találni, aki jelenleg elvállalna a Barcát. Nyilatkozhatunk úgy a barszáról, mint egy sűjedő hajó. Nagyon nehéz olyan kapitány találni a hajóra, aki tudna aki meg tudná menteni a legénységét ilyen, ilyen hasonlatot használva. Ti erről mit gondoltok? Ugye a Kómánnak a főelve ez a fiatalitás lett volna, amit szerintem nem tudott olyan jól megvalósítani, ahogy az beharangozta. Ennek ellenére Laporta mégis rengeteg esélyt ad neki. Tehát, hogy erről mit gondoltok? Kómán menjen, vagy maradjon? Hát nekem igazából erről az egészre az a véleményem. Nyilván Kómán is már úgy jött ebbe a csapatba, hogy már akkor egy kezdődő repülésben volt. Ugyanis először leváltott, leváltották Valverdét, utána Szetént, egyikőjük sem vált be úgy igazán, és akkor gondolták, hogy akkor a klub legenda Kóman vállalja ezt el. Hát e, igazából elég felemás az, ami, ami, amit róla tudnék igazából mondani, mert tudok róla mondani hideget, meleget. Azért nyilván a Bartomeu érát nagyon megérezte ez a csapat, és nyilván Kómannak sem volt miből azért nagyon dolgoznia, viszont e, én azt látom, hogy vannak, vannak azért jó döntései, viszont abszolút fejetlenség van azért nála, ugyanis tényleg vannak olyan játékosok, olyan tehetséges játékosok, akikre simán építhetne a Barca jövőben, és Kóman szimplán szimpátia alapon esélyt sem ad neki. Ilyen például, ugye, ahogy már korábban említettem, Puig, ilyen Kolyádó is, ugye, aki a B csapatban remekelt, annak volt a kapitánya, és neki is megmondta már a az szezon elején, hogy nem számít rá. Illetve nem tudom, hogy ti is értesültetek -e róla, ugye Emerson Royal érkezése a nyáron, egy hónap után eladták. Pedig szerintem nem játszott rosszul. Ti mit gondoltok De erre? szerintem Emersonnak az eladása az nem Komannak a műve volt, tehát az, az gazdaságilag volt jó a Barszának, hogy el tudták adni Emersont, ugyanez Griezmannnal. Ugye a nagy fizetése miatt le is nyilatkozta ezt a, a Coman, hogy ez nem egy szakmai döntés volt, hanem egy gazdasági, mert a Barsz ilyen rossz helyzetben van, hogy a fizetésekből le kell csökkenteni nagyon, és, és az eladásokra nagyon oda kell figyelni, hogy hogy profittal tudják eladni a játékosokat, és hogy folyamatosan dolgozzák le ugye azt a sok milliós adósságot. Amit kérdeztél, hogy én komarról mit gondolok, ugye egy foci csapatnál mindig, hogyha, hogyha rossz teljesítmény van, akkor akkor az edző az első számú felelős, és ugye most is nagyon durván komant vették elő, ugye a rossz eredmények láttán. Viszont én, én felemásan állok hozzá ez a kérdéshez. Egyrészt azt látom, hogy Koman egy nagyon nehéz helyzetbe vette át a Barszát, ahogy mondtad, egy 8-2 után. Tényleg utána Messi is távozott, tehát nagyon nehéz helyzetbe volt. És azt se felejtsük el, hogy egy holland válgatottól távozott, ahol egy stabil állása volt, ráadásul egy Európa-bajnokság volt előtte. A másik oldalon pedig olyan ö, döntéseket látok nála, amik számomra ö, egyszerűen értetetlenek. Tehát, ö, amikor azt látom, hogy Araúhót, Pikét, meg a Luke De Jongot becseréli, csak azért, hogy ö, felmenjenek ö, és, és beadásokra játszanak, és ez ő fejeseikkel tudjanak előnyhöz jutni. Én egyszerűen fogom a fejemet, hogy ez egy Barcelona. Azt, azt játszák konkrétan, hogy, hogy beívelik a labdát, és lesz belőle valami. Szóval nagyon át kell gondolni ezt. Ugye Laporta most azt nyilatkozta, hogy nem fogják kirúgni, marad, bíznak benne. Szerintem ez részben azért is van, mert ugye valami 14 millió eurós vég, végkielégítést kéne neki fizetni. Hát igen, ebben, ebben az van elég magas a kómannak a fizetése. A, a hóra viszont még azért azt tudnám mondani, az ő beállítása egyébként szerintem nem hülyeségű, szerintem az egyik legstabilabb védője jelenleg a Barcelonának. Mert azért meg lehet nézni általában Langley is, hát nem, nem, áll, nem, 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 nincs annyira a helyzet magas tatán itt a meccseken, bár tényleg ezeket, akiket mondtál például Luke de én neki igazából a megvételét sem nagyon értem, mert... Csak kölcsön bevették, hogyha jól tudom. Hát akkor ugye, akkor javítom, köszönöm szépen, a megszerzését sem nagyon értem, ugyanis konkrétan a Sevillának nem ő volt az első számú csatára, 31 éves, nem Barcelona szint, és, és úgy, úgy, úgy hozták ide, hogy akkor Nézzétek, itt van ő, ő a messiás, ő fogja nekünk hozni a gólokat. És azóta igazából semmit nem nyújtott a Barcelonában eddig. Egy gólya van talán, de, de én azt gondolom, hogy az ő megvétele volt az egyik legnagyobb hülyeség, amit amit a Kóman csinált. Hát ti hogy vélekedtek erre? Hát figyelj, szerintem a Kómannak sem az volt a legnagyobb álma, hogy lukdejunkat ide elhozza. Ez, mint ahogy a Pecsi említette, ez a gazdasági helyzetüknek köszönhetően csak ő tudták megszerezni. Viszont az is nagyon érdekes, én azt olvastam a napokban, ez amiről nem, egész, nem tértetek ki de ez is egy nagyon érdekes szempont. Ugye rengeteg sérültje van a Barszának, tehát ennek lehetne keresni az okát. Rengeteg ember viszont úgy gondolja, hogy az edzésekkel van a baj. Ráadásul a napokban olvastam egy interjút aguero aki azt nyilatkozta, hogy egyik edzésre két órával hamarabb szeretett volna lejönni, hogy lenyűgözze, tehát nem lenyűgözze, hanem hogy hamarabb megkezdje a munkát, kicsit megszakja a pályát, az edzőtermet, stb viszont még senki nem volt ott. Azt mondta, hogy Manchester city be ez volt a normális, hogy kettő órával előtte már mindenki ott volt, viszont a Barszánál, tehát a Barszánál mindenki odaír időbe, és időben távozik. Nem tudom, hogy a spanyoloknál ez minden klubnál így van-e, de hogy tényleg, hogy a Aguero összehasonlított a Manchester City-vel, aki jelenleg az egyik legerősebb csapat a világon, tehát hogy összehasonlított az edzéseket, tehát hogy ezen is látszik, hogy a hozzáállásról, az munkával is problémák lehetnek. Na meg, amit mondtam, hogy ez a rengeteg hiányzó, ez is lehet, hogy az, edz, az terheltség hiánya miatt, vagy hát ez is lehet az egyik oka, hogy napról napra, -napra egyre jobban bővül a, a sérültek listája. Hát igen, ezzel, ezzel is ugye egyet tudok azért érteni. A Barcelonán az abszolút látszik ez a motiválatlanság, hogy azt, azt hallottam, hogy ugye ezzel, ezzel a két órás megérkezéssel kapcsolatban, hogy a játékosok nagyjából fél órával edzés előtt éppen, hogy beesnek, átöltöznek, tart egy óráig az edzés, és utána mindenki egyből megy is haza. Ezt ugye én ezt hallottam, mi Abszolút látszik tényleg, hogy Kóman nem tudja sehogy sem motiválni ezt a csapatot, nincs tekintélye az öltözőben. Mert a játékosok, én úgy, én úgy hallottam, úgy olvastam egyes forrásokból, hogy a játékosok nem tisztelik az edzőjüket, és euh, igazából abszolút félváról veszik az edzést. És hát ugye itt is van az eredménye, nem nem, nem tudnak egyszerűen gólt rúgni az utóbbi meccseken. És tényleg meg lehet nézni, hogy jogosan hasonlítja össze egyébként a Goero a Barcelonát a Manchester City-vel. Ugyanis tényleg annó még pár évvel ezelőtt a Barcelonát szinte egyik csapattal sem lehetett összehasonlítani, mert magasan kiemelkedtek. A Manchester city meg főleg nem. Ahhoz képest a, Bar a, Manchester City jelenleg a Premier League élbolyába tartozik, és a bajnokság egyik legnagyobb esélyese. A Barcelona meg jelenleg egy gyengébb középcsapat a La Ligában. Hát ezzel azért nem értek egyet, szerintem még nem le ennyire a Barca. De valóban most már szép lassan ki lehet mondani, hogy a Barcelona nem top csapat. Amit mondtál, ez a nyilatkozat, ezt én is olvastam, viszont nagyon nehéz szerintem bellátni be a, a dolgok mögé, nagyon nehéz ezt látni, hogy a komannak a ugye mennyire van tekintélye a zöldözőben. Ezekről a dolgokról mi csak plegykákat hallunk, szóval én ezeket nem venném alapul. Viszont, hogyha így van, akkor, akkor ez egy óriási probléma, és ezen változtatni kell. Én egy dolgot látok, hogy az utóbbi években, főleg egyébként Valverdénél láttam ezt, ugye mindig volt egy stabil csapata a Barcelonának, egy olyan 11, akik mindig pályára léptek, és ennek a 11 játékosnak nem kellett mutatnia semmi ö, kiemelkedőt az edzéseken, mert nekik adott volt a, a helyük a kezdőben, és egyszerűen elkényelmesedtek. Ugyanez vonatkozik a, az előtte lévő évekre, egyszerűen úgy érzem, hogy elkényelmesedtek azok a játékosok, akik, akik már rengeteg éve vannak ebbe a csapatban, megszokták, hogy mindig sikereket élnek el. És és most ez egy teljesen más helyzet, ugye, mint ahogy Piqué is nyilatkozott az Atlético elleni meccs után, hogy, hogy ezek a játékosok nem voltak ilyen helyzetben, és most a fiataloknak a motivációja, a, a kemény munkája tudja szerintem csak megváltoztatni a Barcelonának a helyzetét. Igen, de viszont avval nem tudok egyetérteni, hogy ö, a fiatalokat, például, hogy Atletico Madrid elleni meccsen kezdessük. Ugye tegnapi napon lerende megrendezték az Atletico Barcelona mérkőzést, ahol az Atletico már az első fél időben eldöntötte a három pontnak a sorsát, és a kezdőben olyan játékosok kerültek bele, mint Nico és Gavi, egy 17 és egy 18 éves fiatal tehetségnek nyilvánított játékos. Teljesen egyetértek el, hogy előre kell tekinteni, a jövőt kell felépíteni, viszont nem gondolom azt, hogy... Ö, ennyire bajban lenne a Barcelona, hogy ilyen helyzetekbe kell őket kezdetni. Én azt mondom, hogy egy kicsit gyengébb csapatok ellen, mint például, nem is tudom, Granada, Mallorca, ezek ellen lehetne, sokkal nagyobb esélye lehetne a fiataloknak, mint például az előbb említett Nico Gavi, akik tényleg idén mutatkoztak be, idén játszották le az első meccsüket, talán ez volt a második-harmadik kezdésük. Ugye tavaly nagyon jó húzásai voltak a Kómannak, ugye a Pedri, Ancufati, ezek mind olyan játékosok, akik beváltak, viszont belülük még előttük is nagyon hosszú út áll, Tehát nem olyan játékosok jelenleg, akik megmenthetik ezt a barszát. Rengeteget kell edzeniük, és pár év múlva ott lehetnek a legjobbak között, viszont jelenleg még nem tartunk ott, hogy rájuk hivatkozunk megmentőként. Én tényleg ezzel egyáltalán nem értek el a Kóman esetében, hogy túl sok esélyt kapnak a fiatalok. Én azt mondom, mint megismétlem önmagamat, szerintem kisebb csapatok ellen kell őket bevetni. Az ilyen Atletico, Real Madrid ellen, BL-ben meg főleg inkább játszassuk a rutinosabb, tapasztaltabb játékosokat. Ö, részben igazad van ebben egyébként. Én például, ugye mondtad a Nikót, neki konkrétan egy jó meccse nem volt szerintem eddig a Barszában. Én teljesen értelmetlennek látom azt, hogy, hogy ő szerepel tegnap az Atlético ellen. Úgyhogy ott van egy Sergi Roberto, meg egy Ricky Puig, akik szerintem sokkal jobb játékosok. Szóval, szóval számomra ez értetetlen. Viszont abban én egyetértek komannal, hogy ott van a Barsza mögött a világ egyik legjobb akadémiája, a La Masia. És hogyha ilyen nehéz helyzetben van ö, egy csapat, akkor, akkor szerintem azt ki kell használni. És, ö, és be kell építeni ezeket a fiatalokat. És, és, ebben nagyon nem értek veled egyet, szerintem Ansu Fati és Pedri két olyan játékos, aki, akire lehet úgy számítani, ö, hogy vagy lehet úgy tekinteni, ö, hogy, hogy ők a megmentői a barszának, mert, mert ö, azt gondolom, hogy bennük óriási potenciál van, és, és tényleg, ahogy elmondtam, azért a Lamassia számos olyan tehetséget kinevelt az utóbbi ö, időszakban, akik, akik szerintem a mostani generációnak a legjobb játékosai. Hát szerintem csak a megmentői lesznek, jelenleg úgy gondolom, hogy még nincsnek azon a szinten, hogy felvegyék a... Tehát össze lehetne hasonlítani őket a... Barcelona korábbi játékosaival, tehát egyetértek veled hatalmas tehetségek, rengeteg potenciál van bennük, viszont ahhoz, hogy elérik a maximális potenciáljukat, a legjobb formájukat, még rengeteg meccset le kell játszaniuk, rengeteg edzésen részt kell venniük. Nem szeretnék ennyit beszélni Comanról, viszont még egy utolsó dologról beszélgessünk, tehát hogy kiérne helyette, ugye számos név felmerült, Köztük van Andrea Pirlo, Xavi, Conte és Roberto Martinez. Ez a négy játékos, akiknek jelenleg vagy nincs munkájuk, vagy hajlandók lennének otthagyni a klubjukat, és némelyikkel már szóba is megegyeztek. Viszont, mint ahogy az adás elején említettem, hogy közülük vajon bevállalják azt, hogy valaki felszerel a süllyedő hajóra. Csávinak például volt már lehetősége átigazolni a Barszába, visszatérni a Barcelon, mint edző, amikor sokkal jobb helyzetben volt a Barcelona. Miért tenni meg most? Igazából én ehhez azt tudnám mondani, hogy Csávi az már korábban is ugye elénylatkozta, hogy ő nagyon szívesen lenne a Barcelona vezetőedzője. Akkor még azért nem vállalta el, mert még egy tapasztalatlan edző volt, úgy gondolta, hogy ő még nem tudná ezt a Barcelonát irányítani. Viszont ugye láthatjuk is néhány, néhány videón, amiket ugye felhoz különböző közösségi médiák, hogy euh, milyen milyen játék erőt képvisel a bajnokságában, a saját bajnokságában Csávénak a csapata. És tényleg azt a játékot, azt a, azt a tikitakát játszatja velük, és sikeresen, amit a Barcelonával. És én azt gondolom, hogy szerintem azért Csavi, hogyha valaki, akkor Csevi lehetne az, aki, aki ismeri ezt a csapatot, aki tudja, hogy mi, mi, milyen az akadémia, milyenek az ott játszó játékosok. Ő velük évekig egy csapatban játszott itt gondolok ugye Busquetsre, Sergio Roberto-ra, testégenre és még sokan mások, de én, én azt gondolom, hogy ő az, aki, aki ezt a csapatot ismeri, és tudja, hogy milyen, 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 milyen formációban, milyen, milyen, összeállításban lehetne ez a klub a legerősebb. Mert most, ha megnézzük Ronald Kómad Szerintem mielőtt idejött a Barcelonába, egy játékos sem ismert úgy személyesen. Csevi rengeteget. És szerintem azért mostanra már meglett az az edzői tapasztalata, ami, ami mostanra szükséges ahhoz, hogy egy ilyen csapatot elvezessen. És ez most lehet, hogy kicsit erős lesz, de én a másik három embert alkalmatlannak tartom őket erre a feladatra. Még mielőtt átadnám a Petőnek a szót, még azzal egyébként nem értek egyet, hogy Csávi jó kapcsolatban van a játékosokkal, egyébként az most már semmit nem ér. Ugyanis akikkel jó kapcsolatot ápol a Busquets, Piqué és Jordi azok mind 30, tehát hogy már mind elmúltak 30 évesek, az utolsó éveiket játszák. Én nem feltétlen azt mondom, hogy a Xavi-nak itt lenne a helyem. Ugyanis attól függetlenül, hogy jóba van, és őket játszhatná, ezek már mind idősebb játékosok, ők azok, akiktől nem azt mondom, meg kéne szabadulni, de egy pár évben őket le kéne váltani. De Csabi az élő példa arra, hogy, hogy a Lamassia egy milyen minőséget képviselő akadémia. Csavi ott nőtt fel, és szerintem nem csak azokat az embereket ismeri, akik, ugye, akiket említettél, Busquets-et vagy Pikét, szerintem a Barcelonának a játékát figyelemmel kíséri, még most is, az elnökséggel is biztos vagyok, hogy jó kapcsolat ápol, és szerintem ezek csak segítenének abban, hogy, hogy jó teljesítményt érjen el a barszával. Én biztos adnék neki egy esélyt, bedobnám a mely vízbe, mert azt látom, hogy, hogy ő jól tudná képviselni a, azt a barcelonát, amit mindannyian megszerettünk. Szóval most tényleg, amit, amit magyaráztam, hogy Komannak a játéka, amit játszik a barszával, az egyszerűen nem vállalható. Szóval, a Csavi pedig biztos vagyok benne, hogy visszahozná azt a, azt a tiki -takát, azt a labda alapuló játékot, ami, amivel a Barca mindig is sikeres volt. És Laci veled meg egyébként nem értek egyet azzal, hogy alkalmatlan a többi jelölt, mert Pirlóban egyetértek. értek. Pirló semmit nem tett le az asztalra, sőt, e, igazából a, a világ egyik legjobb játékosával, Ronaldoval alig jutott be a BL-be, ugye, a Juventus csapatával szóval azon a téren egyetértek, viszont például ott van az a Roberto Martinez aki a belgákkal szerintem egész jó eredményeket ért el az utóbbi időben és én még őt látom egy olyan jelöltnek aki képes lenne sikerre vezetni a barszát de az kétségtelen, hogy ez a barsza ez egy nagyon nagy feladat bármilyen edzőnek igen, ebben azért szeretném magamat javítani, Roberto Martin ezt annyira nem tartanám erre a feladatra, annyira nem tartanám erre a feladatra alkalmatlannak, ugyanis tényleg azért velük elég jó eredményeket ért el, viszont én a felsorolt edzők közül nyilván azért Csevit tartanám a legalkalmasabbnak, ugyanis az eddigi munkáját, amit elért, és ugye az ismerettségét ezzel a csapattal kapcsolatban. Mint hogy mondtátok, a Pirlo-t én is tudom elképzelni, teljesen megszakított a Juventusnak azt a győzelmi szériáját, teljesen lerombolt azt, amit korábban felépítettek, ugye előtte a Juventus sorra nyert a bajnoki címeket, viszont miután ő átvette a csapatot, ott egy elég gyenge szezont futottak. Én a Csávid azért nem tudom, nem szeretném elképzelni a Barcelona kispadjára, úgy ő még jelenleg ugye a Katari csapatnak az vezetőedzője, és úgy gondolom, hogy egy Katar meg Spanyolország teljesen mondhatnám ég és föld a kettő. Úgy gondolom, hogy Csávinak még egy nagyon hosszú utat kell bejárnia edzőként, ö, új módszerekkel, taktikákkal bővíteni a tudását. Szerintem, aki legalkalmasabb lehetne ide, az a Conte, aki, aki, akit biztos nem kell bemutatni, már elég régóta a top csapatok között mozog, jelenleg munkanélküli. Nem tudom, mennyire lehetne alkalmas a Barcelona, mennyire, mennyire tudná őket kimenteni a pácból, de ő az, aki szerintem a 3-4 név közül a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik. Ő az, aki aki szerintem újra a csúcsa vihetné a Barcelonát, de hát ez még a jövő jelenleg, ugye Laporta nyilatkozta, hogy még bízi Kománba, és Komán marad, szóval erről csak pletykáltunk, majd meglátjuk a jövőbe mit hoz. Térjünk is rá a játékosokra, magára a keretre, ugye nem, mint ahogy Peti mondtad, nem csak az edőt kell hibáztatni ilyenkor. Ezt a témát egy interjúval szeretném bevezetni. A tegnapi meccsen Simeon azt nyilatkozta, a mai meccs nagy általánosságban semmit nem különbözött azoktól a meccsektől, amelyeket elveszítettünk a Barcelona ellenében. Hogy akkor mégis mi jelentette a különbséget? A Barcának nincs már messi -e, az univerzális nyerő ember. Tehát, hogy Simeone azt állította tegnap, hogy semmivel nem változott az Atletico, semmivel nem lett, ro nem lett jobb, csupán nem volt a Messi. Tehát van mennyire értetek -e egyet? Ugye a messi már készítettünk Mármint, el... Mármint a Barcelona. Tesek? Mármint a Barcelona. Ja, igen, igen, igen. Hogy ugye a messi már csináltunk egy külön adást, de hogy pár szóban azért beszéljük meg, ugye azóta jó sok víz lefolyt a Dunán, de mégis mennyire látszik meg a Messi hiánya? Én teljesen egyetértek ebbe a Simeónéval, hogy a, a Barca igazából, mikor volt Messi, ugyanilyen játékot mutatott, csak egy különbség volt, akkor ott volt a Messi. Szerintem akkor is, amikor amikor Messi még a csapatnak a tagja volt, akkor is óriási problémák voltak a Barszánál, csak tényleg szerintem minden idők legnagyobb játékosa annyit lendített a Barszán, hogy, hogy ez nem volt annyira szembetűnő. De de az utóbbi években rengeteg dolog nehezítette a Barszának a dolgát. Ugye az egyik a legnagyobb az Bartomeu volt. Hihetetlen számomra, hogy hogy vezette ezt a klubot, és hogy ő, ő, hogy került oda az elnöki pozícióba. Én, én őt egy <laughs> szélhámosnak tartom <laughs> igazából, mert, mert tényleg nem látom, hogy neki mi volt az érdeke ezzel. És ö, másik dolog ugye a koronavírus, ami minden klubnak a ö, gazdasági helyzetén nehezített, de de a barszájén ugye még jobban. Még egy dolog ugye az, hogy messzi jelenlétében nem volt szükség arra, hogy javítsanak a teljesítményen, mert, mert ott volt egy Messi, aki mindig meg tudta menteni a barszát, mindig ki tudott, ki tudott osztani olyan asszisztokat, olyan gólokat, amik pontot vagy pontokat értek a barszának, és ezért nem volt egyértelmű, hogy, hogy nagy problémák vannak a klubnál. Igen, ezzel azért uh, nyilván egyet tudok érteni, ezzel a nyilatkozattal, ugyanis uh, tényleg Messi minden idők egyik legjobb játékosa volt, és tényleg akkor átlendített ezen a csapaton, hogy a nulláról képesek voltak felállni csomószor, és sok esetben ő jelentette a Barcelonának a támadójátékát gyakorlatilag ő egyedül, mert akárhányszor rosszul játszott a Barcelona, akár motiválatlanul, elképzelés nélkül, ott volt a Messi, aki Csomószor tényleg a semmiből tudott egy váratlant húzni, a széléről megindult egy szólóval, és gólt lőtt. Most ez egy ilyen játékos nincsen a csapatban, aki, aki tud egy váratlant húzni, mert mindig mindenki másiktól várja azt, hogy ma majd ő, majd akkor ő fogja. De nem, és tényleg a Barcelonánál az is meglepszik, tényleg most nyilván az Atletico ellen, a meccs nagy részében ők birtokolták a labdát, ugye, meg is látszik ez a statisztikákon, ugye 29 ban az Atletico, 71-ben a Barcelona, és azon, hogy még így is kikaptak 2 0 ra ez gyakorlatilag azt tükrözi, hogy a Barcelona egyszerűen nem tud mit kezdeni a labdával, amikor náluk van. Nincs egy, nincs egy elképzelés, nincs egy jó támadásuk, és inkább az ilyen átlövésekkel próbálkoznak, ami, ami nem a Barcelona világa volt eddig, mert ami, amik eddig voltak a Barcelona, azok általában ilyen százszerzelékre lejátszott zicserek voltak, és, és, ebből szerezték mindig a góljaikat. Most meg tényleg kilenc lövésükből kettő talált kaput ezen a mérkőzésen, ami, ami azért valljuk be nagyon kevés egy olyan csapattól, amitől azért nyilván azt várjuk, hogy az ellenfelet a kapu elé szorítsa. Persze, ez iszonyat kellemetlen, még a Bajnokok Ligában is két mérkőzés ott egy kaput alá lövésünk volt, eszméletlen kellemetlen nekem, mint Barca szurkolóként, tehát ég a pofám helyettük is de Peti, az a nagyon érdekes, hogy a messzi adásban, amit mindenképp hallgassatok meg, ha nem tettétek meg, ugye abban az adásban arra beszéltünk, arra jutottunk, hogy nem olyan nagy baj, hogy távozott a Messi, hogy optimistán kell felfogni, hogy ugye köré épült az egész stratégia, a felállás, viszont most egyenlőre nem látjuk azt, hogy valaki tudná át tudna venni azt a vezérénységet nem tudna, tehát nem azt mondom, pótolni az ő teljesítményt, de mégsem, még sincs csapatnak egy olyan vezérélénysége, mint ami messzi volt. Ugye az adásban nagyon kitértünk erre is, de hogy azóta eltelt két hónap, három hónap, de hogy tényleg, tehát hogy nagyon meglátszik, nagyon drasztikusan meglátszik messzi hiánya. Hát ez egy hosszú folyamat. Én még mindig biztos vagyok, hogy jót tesz ez a barszának, mert én ott arról beszéltem, hogy mikor ugye Messi a csapatnak a tagja volt, nagyon ráépült minden, és, és, egyszerűen, hogyha ő nem volt, tehát ő mondjuk lesérült, vagy valami történt, akkor egyszerűen azzal a helyzettel nem tudott mit kezdeni a Barca. És, és, ennek a Barszának újra kell épülnie, vagy újjá kell épülnie, és ez a folyamat elkezdődött, de, de nagyon lentről kezdi most ezt a barsza, és biztos vagyok, hogy nagyon sok időre lesz szüksége, de, de összességében ennek a folyamatnak valamikor el kellett kezdődnie. Igen, egyébként jól mondod, ezt, ezzel akartam volna még kiegészíteni magamat, hogy, hogy előbb-utóbb be kellett volna következnie ennek a pillanatnak. Viszont én azért is vagyok ideges, mert jelenleg nem látok olyan játékost, aki vezéregyénysége lehetnek a csapatnak, aki gatyába rázza az egész keretet a öltözőbe, kimennek a pályára és fordítanak. Én jelenleg nem látom ezt a játékot. Szerinted van olyan a keretben, aki pár éven belül potenciális vezetője, vezéregyénysége lehetne a csapatnak, vagy igazolni fogunk? Szerintem ezt nagyon nehéz megmondani, ugye most nagyon sok fiatal van a csapatban, akik most, akik most vezéregyénységek lehetnek, az ugye a régi játékosok a régi barszából, Piqué, Busquets, Őt, őket ketten tudnám mondani, talán még te, terztégen hátulról, de, de ez a jövőnek a nagy kérdése. Szerintem az fog történni, hogy valamelyik fiatal beépül a barszába, nagyon jó teljesítményt fog nyújtani, és vezéregyénisége lesz a csapatnak. Csak nyilván ez még egyszer magamat kell, hogy ismételjem, ez egy hosszú folyamat, és nem várhatjuk el azt a barszától, hogy most a következő egy-két szezonban nagy eredményeket érjen el a csapat. Lenne hozzátok egy érdekes kérdésem. Szerintetek jelenleg ki a leggyengébb játékos a keretben? Ki az, akit mindenképp el kéne küldeni? Ha meg, megengedhetitek kezdeném én. Én két játékost mondanék ide. Az egyik, az egyik Garcia, az a fiatal, akit idén tudtunk megszerezni. Eddig, ed, jelenleg eddig engem egyáltalán nem győzött meg. Sőt, az, hogy itt van két-három hónapja, 8-9 meccset játszott a Barcában, és már is két piros lapot összeszedett, amivel nagyon hátráltatta a katalánok munkáját, mérkőzését hátráltatta. Tehát nekem ez a hozzáférés egyáltalán nem fér bele az, hogy régen megtiszteltetés volt a Barszába játszani. Most meg, tehát ez a Eri Garcia persze nem akarom elkönyvelni már is bukásnak, tényleg itt van még pár hónapja, de hogy val valamit sűrűsen változtatnia kéne a hozzáállásán, tehát ez nem fér bele, hogy minden 5.-6. meccsen a Barcelon 10 emberrel folytatja játszala a mérkőzéseit. A második játékos, az akit a Laci az legelején említett, az a Luke de Jong. Sokan hasonlítják őt a braidfade viszont én biztos vagyok, tehát én úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal gyengébb teljesítmény nyújt, tehát hogy egy idősebb, motiváltlan játékos, aki az utolsó pillanatban került a Barcelonához, szerintem még ő is meglepődött azon, hogy a Barcelona elhozta őt tehát hogy számos helyzetet kihagy, rengeteg pontatlan, tehát én rajta egyáltalán nem is látom a motivációt. Nekem ő az, az a játékos, aki a Braithwaite nem is lehet egy kalap hozni. A Braithwaite-nek az nyilatkozataiból alattuk meg, az eredményén is láthattuk, hogy ő tényleg megpróbálja oda tenni magát, ő igyekszik felülmúlni önmagát. Tehát volt voltam, hogy fordított be a győztes gólt, ő szerezte, viszont a Luke De az utóbbi pár mérkőzéséből, ugye neki az a szerencsés helyzete van, hogy Barcelonának rengeteg a hiányzója. Tehát, hogy ő akármit csinál, ő kezdő. Tehát, hogy... Nincs más a helyére egyszerűen. Jaj, ja, hogy ő akármit csinál, ő kezdő lesz. Így emiatt meg se próbál, tehát, hogy, jó, nem akarok ilyen csúnyán fogalmazni, de hát, hogy tényleg meg se próbálja nem, nem látni azt az akaraterőt rajta. Ez is persze nem tudom hibáztatni komán, tehát nincs más játékos, de akkor is ez a De Jong egyenlőre őt is be lehetne sorolni az utóbbi évek Pál az utóbbi évek legrosszabb igazolásai közé. Hát akkor én folytatnám ezzel a kört. Nekem, nekem is az első játékosom ugye Luke De Jong lenne, aki tényleg eddig, amióta leigazolták, nulla teljesítmény nyújtott ebben a Barcelonában, és én azt gondolom, hogy nem is, nem is teljesíthet már ennél jobban, mert, mert ő ennyit tud. Neki neki az a maximum, amit magából ki tud hozni. A Sevilla-ban is zárt egy elég gyenge szezont a tavaly-tavaly előtti szezonban mind a kettőben, Egyiken sem tudott tíz gól fölött rúgni, arra már pontosan nem emlékszem, hogy öt fölött rúgott -e egyáltalán, de szerintem ő ő ennél nem képes többre. Ő, ő egy tipikus ilyen center, aki nem a Barcelona játékába való. A másik pedig Langley lenne, aki egy-egy darab sárga lapja van eddig egész azonban, viszont ahogy lehet több helyen is olvasni, szurkolók véleményét is elolvasni, rengeteg gólt kap róla a Barcelona, amikor játszik. Tehát, hogy simán elviszik mellette csellel, meg sem próbál oda lépni, és akárhányszor körülötte jár a labda, és nem nála van, szinte csak keresi a helyét. Hát, nagyon nehéz kérdés, amit mondtál, mert nagyon kevés játékos van a barszának, akik egyébként minőségi játékosok, szóval ebből a barszából bárki is kiesik, akkor nem feltétlenül azért, mert olyan jó az a játékos, de nehéz ke helyzetbe kerülhet a barça, mert mert például megnézzük a szélsővédő posztokat, hogyha Alba ugye most sérült, akkor a Baldi, aki egy nagyon fiatal játékos, most ő is sérült, egy desznek kell ott játszani, aki egyáltalán nem érzi otthonosan magát ott. De hogyha válaszolnom kell a kérdésre, akkor én az Umtitit mondanám akiről lehet, hogy el is feledkeztetek már, mert nem is tudom, mikor játszott legutóbb. Óriási fizetést kap a Barszába, és közben nem is játszik. Örül, hogyha a padra leülhet. Számomra egyértelműen ő az, akit valahogy minél hamarabb ki kell tenni a klubból. Ugye nyáron próbálkozott is a Barszá ezzel, de Umtiti nem akarta. És, és, a szerződés miatt ezt, ezt nem tehették meg, hogy, hogy felbontják a szerződést. Más nem tudok mondani. Azt még hozzátenném, hogy a Barszában most rengeteg sérült van, szóval az esetleg még javíthat a helyzeten, hogyha visszajönnek ezek a sérültek, és mondjuk egy Aguero vagy egy Dembele szerintem minőségben tud javulást nyújtani ennek a csapatnak. És egyébként ki, kiemelném Bréféjt is, aki annak ellenére, hogy igen, nagyon sok mémnek a, a, az alapja, és, és sokat nevetünk rajta, de ő tényleg minden meccsen nagyon durván akar, ahogy te is mondtad, hogy, hogy ő tényleg oda teszi magát, és, és ez a teljesítményen is meglátszott, szóval én ezt tudom mondani. Igen, egyébként a Braithwaite helyzet nagyon hasonló Luke de Jongéval, tehát ő is úgy igazolt ide az utolsó pillanatban, hogy a Barcelonának SOS egy csatára lett volna szüksége. És ő azért hozta, hozta magával a gólokat, nem a legeredményesebb játékos, hát nyilván nem véletlen készült róla olyan sok mém, tehát volt egy kis alapja is, de hogy egyenlőre sokkal meggyőzőbb a Braithwaite helyzete. Nem, soha nem gondoltam volna, hogy ilyet mondok, de tényleg a Barcelonának arra is szüksége van, hogy felépjön a, a Dán támadó. Igen, ebben igazad van. Viszont amiben nem értek vele, de egyet az az Erik Garcia. Szerintem ezeknek a fiatal játékosoknak még sok esélyt kell adni arra, hogy bebizonyítsák, hogy, hogy, helyük van ebben a csapatban. Ugye mindössze azt hiszem 20-21 éves, szóval egy nagyon fiatal játékosról van szó aki ingyen érkezett a Barszához, ráadásul a, a Barszának a nevelése. Annak ellenére, hogy most rövid idő alatt kettő piros lapot is szerzett, én, én látom benne a potenciált, és, és én még adnék neki esélyt. Ráadásul ugye ott a helyén olyan játékosok vannak, mint Piqué, Lenglé és Umtiti, akik nagyon rossz teljesítményt nyújtottak az utóbbi időszakban, amikor játszottak. Szóval én őt még nem írnám le. Jó, de a Garcia, abban is érdekes, hogy ő ugye, ő is a Lamassia neveltje, csak időközben elkerült a Manchester city ez egy összegért, X összegért, és sokkal drágában tudták visszaszerezni. Tehát, hogy alapból ez a megszerzés, átigazás is egy nagy kabaré volt, és szerintem a belső védő nagyon keveset beszélünk Arauhóról és Mingézáról, akik nagyon fiatalok, és a Pedrivel és Ansu együtt épültek be a csapatba, és szerintem olyan, ő, tehát az ő nem lehet a García-val összehasonlítani. Ugye a fiatalokra, a fiatal játékosra jellemző az, hogy hát mint a kamaszokra, hogy azt hogy ők a királyok, hát a hozzáásokon van a baj, emiatt bukik meg rengeteg fiatal tehetség. Úgy gondolom, hogy Mingézánál, nál én nem tapasztaltam ilyet, ők sokkal fegyelmezettebben szálltak be, és fegyelmezettebben vették ki a részüket, mint a Garcia. De hát ne legyen igazam, és uh, Garcia, okozod nekem csalódást, és építse be magát a legjobbak közé. Még kiavítanálak, hogy hogyha jól emlékszem, Eric Garcia ingyen érkezett a Barszához a, szóval nem jelentett nagyobb kiadást. Fú, most ebben lehet igazad van, tényleg lehet, lehet, erre, én emlékszem rosszul. Na de hogy ne csak a negatívumokról beszélünk a Barszáról, kicsit próbáljuk meg azon gondolkodni, hogy mi segíthet jelenleg a Barszán. Ugye ide lehetne sorolni az ingyen igazoltó játékosokat, amivel eddig próbálkozott a Barszóna. Most kicsit körülnéztem a piacon, és olyan játékosok vannak, olyan játékosok vannak jelenleg klub nélkül, mint a korábbi Barcelona középás Paulinho, Brazil Paulinho, Dani Alves, Benafra, Serge Aurier, és Jack Wilshere, természetesen nem mindegyik férne bele a Barcelonába, de hogy azért mégis szerintetek egy Paulinho Dani Alves visszatérés beleférne a Barcelonába, azért láthatunk már korábban is, hogy igazoltunk idős játékosokat, és Paulinho az egyik legnagyobb meglepetés volt az elmúlt években, biztos emlékeztek arra, hogy Paulinho miután igazolt a Barszába, a kutya se vette meg a mezét, és ott volt annak a Barcelonának, beleharcolta magát a Barcelona kezdőjében, és az egyik legstabilabb középpályása volt azokban az években. Hát én minden esetre adnék neki egy esélyt, viszont mert tényleg amikor a Barcelonában játszott Paulinho, tényleg azt lehet róla mondani, hogy az egyik legjobb játékosa volt annak a, annak a Barcelonának. Az egyik legstabilabb középpályása volt, és minden mellett még gólerős is volt, ugye nem egy-nem kettő gólt szerzett a Barcelonában, és elég mutatós gólok voltak, és fontosak. Azok közül, akiket felsoroltál, szerintem egyik se férne be a Barszába. Szóval most egy Ben Arfát például az utóbbi hetekben a Fradival hozták össze. Én, én nem gondolom, hogy például egy Paulinho-t kéne megvenni a Barszának, aki Ugye, ugye a csapatban játszott. Szerintem csak előre kell nézni a barszának, és a fiatalokra, meg a szabadon igazolható játékosokra, akik most a csapatnak a tagja, azokra kell építeni. És hát ezen kívül nyilván biztos vagyok benne, hogy azért valakire költeni is fognak, szóval nem csak szabadon igazolható játékosokat fognak venni. Talán még az edző, ugye akiről beszéltünk, ott lehetne javítani a barszán, de csak egyetlen dolog tud segíteni ezen a, ezen a csapaton, az pedig az idő, és e, semmi más. Ebben egyet értek vele, tehát hogy a fiatalokra kell összpontosítani, és, és egy esetleges edzőváltás a téli átigazási piac alatt, talán én, jelenleg nekem ez a kettő eszembe. És még egy utolsó kérdéssel készültem, ez egy kicsit érdekesebb, itt minél kreatívabbak legyetek. Tehát, hogyha képzeljük, képzeljük bele munkat abba a helyzetbe, hogy Barcelonának annyi pénze, tehát, hogy Barcelonának annyi pénze mint a PSG-nek, ti ki kit hoznátok? Ki lenne az az egy játékos, akit, hogyha megvertnétek, elhoznátok a Barcelonába? Ki az, aki tudna segíteni a Barcelonán? Én kezdésnek, én mindenképp Erling Haalandot mondanám, aki egy fiatal sztár, senkinek nem kell bemutatnom, a norvég goldjáros, jelenleg holt van a lewandowski és én a Barcelona gyengeségét a támadó játékban érzem jelenleg, tehát oda kéne mindenképpen egy minőségi támadó. Ugye, meg is, ugye hogyha megnézzük a spanyol bajnokság gólövő listát, de azt hiszem a Depay az 5.-6. helyen van 6 góljával, míg Benzema már 8-nál tart, úgyhogy minél hamarabb egy eredményes támadóra lenne szükség a Barcelonának. Hát igen, nekem is Erling Holland lenne az egyik, a másik viszont Kylian Mbappé, és pedig azért, mert idén is sikerült nagyon jól kezdeni a szezont, ugye négy gólya és öt gólpassza van eddig, ami azért elég, el, elég soknak számít, hiába a középcsatár azért, hogyha ezeket a gólpasszokat is nézzük, kilenc gólban vette ki a részét, ami, ami, ami egyenlőre még így szezonkezdetnél szerintem, szerintem azért elég sok volt egy rossz Európa bajnoksága, az, az biztos, viszont az előtt is ontotta a gólokat, most is nagyon úgy néz ki, hogy rengeteg gólt fog szerezni, úgyhogy én vagy a Hálándot, vagy őt hoznám el ide a Barcelonába, mert úgy gondolom, hogy gyorsaságával és az ő játék tudásával azért előre léphetne a klub. Ha bárkit leigazolhatnék így a Barszába, akkor én is a Hálándot mondanám, de csak azért, hogy más mondjak, mint ti, még aki, akire gondoltam, az egy erős belső védő, a, a Delikt, vagy a, mondjuk a Ruben Dias, akik szerintem tudnák stabilizálni a Barszának a védelmét, és, és szerintem a Barszában ez most nagyon fontos lenne, hiszen rengeteg olyan gólt kap a csapat, ami könnyen elkerülhető lenne. Ugye Piqué például az Atlético Madrid elleni meccsen olyan hibákat követett el, látszik, hogy már nincs a toppon, és nem tud olyan teljesítmény nyújtani. Én, én biztos, hogy a védelmet erősíteném meg, de természetesen Haaland is egy óriási erősítés lenne a Barca számára. Hát figyeljetek, én lennék a legboldogabb, ha ez az előbb megemlített 5-6 játékos közül legalább valamelyiket meg tudunk szerezni, vagy ebben az évben, vagy az elkövetkező szezonban. De úgy gondolom, hogy mindent sikerült kibeszélnünk, végigmentünk az edzőn, a stávon, a csapaton, Tényleg, mint Barcelona szurkolók, szerintem bízunk benne, hogy a válogatott szünet jót fog tenni a csapatnak, mind fejben, mind ö, teljesítmény szempontjából. tehát Remélem belehúzunk, és potenciális győztes lehetünk a bajnokságnak, és hát nem fogunk kiesni a bajnokok ligájából. Tehát minél tovább jussunk be ott is, én remélem, hogy a válogatott szünetben valami helyre fog állni a Barcelonába. És hát ezzel le is zárnám az adást. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattad. Hogyha tetszett, akkor dobj egy lájkot és kövess be minket, hogyha pedig sportfogás tanácsadásra lenne szükséged, látogass el a weboldalunkra és az Instagram oldalunkra. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!